Veszprém megyeszékhelye Veszprém. A Sétpatak itt mélyvölgyeket vágott a felszínbe, ezért Veszprémet a hét dombra épült városként is emlegetik. A hét domb egyikének magaslatán alakult ki a vár a 10.-11. században. Az épület elpusztult, de román stílusú alapjai, gótikus szentélye és altemploma része lett a neoromán stílusú Szent Mihály templomnak. Gizella nevét viseli a magyar Árpád-kori építészet híres alkotása, a gótikus falképeket őrző kápolna. Veszprémben található az érseki palota, amely a magyar barokk építészet egyik remeke és a vár legjelentősebb épülete. Balaton és a gyógyvizek a fürödni, gyógyulni vágyóknak, a Balaton felvidék a Bakony hegyei a természetkedvelőinek, a történelmi városok a múlt iránt érdeklődőknek nyújtanak élményt. A borvidékek Badacsony, Csopak, Somló és a helyi gasztronómia hagyományai egyaránt felejthetetlen élményt ígérnek maradásra vagy visszatérésre csábítva a látogatót. Kihagyhatatlan látnivaló a Bakony fővárosában Zircen található ciszterci rendház, az apátság, az arborétum. Zirci Arborétum látogatói 20 hektáron át csodálhatják a természet szépségeit. A Balaton felvidék, a Délbakony, a Tapolcai medence, a Keszthelyi hegység és a délnyugatra nyúló Kis-Balaton medencéje tartozik a Balaton felvidéki nemzeti parkhoz. Sümeg a Balaton egyik kapuja. E város látványossága a vár. Hazánk egyik legszebb barokk városa, Pápa, melyet a Dunántúl Athénjeként is emlegetnek. Itt Pápán található a Kék Festő Múzeum. A pápai református kollégiumban tanult Jukkai Mór.
palotán található a Turi vár, ahol a vegyészeti múzeum és a bányász történeti gyűjtemény kapott helyet. Első András király alapította 1055-ben a Tihanyi Bencés apátságot. A román stílusú altemplomban található sírja az egyetlen eredeti helyén lévő királysír. Az új apátsági templom a barokk egyik legszebb alkotása. Balatonfüred gyógyüdülő helyként is ismert. Balatonfüreden található a Kossuth forrás. Az itt fakadó savanyú vizes forrásokról már a 17. században is tudtak. Természeti értékek tekintetében Tapolca városa is igen gazdag. Különös nevezetessége a csónakkal bejárható tavas barlang. A barlang tiszta levegője, a közel 100%-os relatív páratartalma kiválóan alkalmas légzőszervi megbetegedések gyógyítására. A barlangrendszer 300 méteres szakaszát csónakázva is megcsodálhatjuk. A világon egyedülálló porceláníumban megismerkedhetünk a Herendi csodával, a porcelán készítésével és festésével. Ha a Hungarikumról beszélünk, első helyen érdemes említeni a Herendi porcelánt. Közelebbről szeretne megismerkedni a megyében élő hagyományokkal, szokásokkal, azokat szeretettel várják Veszprém falvai, ahol a mai napig élnek a népi hagyományokkal.